sem azt tudok, jó reggelt! 8 óra pár perc van, 18-kor ugye megy a vonat, most korábban megyek, mert így beszéltük meg, 7 órán van megcsinálni a melómat, Pilisen. Szerintem, ha ügyes vagyok, hamarabb is végzett, meglátjuk. Nem tökölöm el. Már megbeszéltem Péterrel, hogy hozok egy javítandó kereket, meg nálam van egy villa hátra, tudunk cserét eszközölni. Meglátjuk. Mirek szóltam neki, hogy ne legyen belőle probléma. Aztán ennyi. És szerelek. Meglátjuk, hogy felveszek-e valamit vagy sem, de szerintem igen. Ja, igen. Ami a tegnapihoz kapcsolódik, hogy sajnos megint taposó pedállal vagyok. Ennek az oka a cipő. Vissza fog menni. De most már elegem van. Mindegyik tönkre megy. Most már csak tippi van. Mert el kell érni a vonatot. A jegy már megvan. Már csak oda kell érni. Köszönöm. Ez mind királydínje itt végig. Az egész plac. Az végig szép virágzó királydínje. Van egy kis csemegém az útra. Én jelenleg szemüvegben így látom a világot. Itt van a külülőpótlás, ezzel kezdek ma. Hiányzik belőle 4, de azért hoztam egy 5-et, ha eltörném. Először kazetta oldali. 264-et mértem, de nem volt ilyen rózsamentes külülő, úgyhogy marad a 265. Mást egyszerűen nem tudom csinálni, mert nincs. Ez még tűrés határon belül lesz. Simán. Gyorsan megcsinálom, aztán csinálom a többi levót is. Itt a szárnyész. Szerintem ez pont jó lesz. Történetes, már csak meg kell majd húzni. De ahhoz, hogy tudjam, mit csinálok, nem tudom lerontani. Oda kell figyelni. Ez az egyik. És akkor a többi, ez a túloldalon van. Ha jól látom. Igen.
elég nehéz pótolni, ha egyszer már valamilyen kijött a cip belőle. És akkor ez úgy elkezdődik. Mondták, hogy lesznek kívül, de ezt másképp nem lehet megcsinálni, mert ahhoz darabokra kéne szedni, és csak a pótlásról fizetnek. És ide jön. És nem tudom, ez fölött folyam. Itt van. Igen, ide már lehet, hosszú lesz. Ide már kisebb kell erre az oldalra. Vagyis arra az oldalra jó volt, ide már nem. Ha csak nincs elmérve a két külő, szerintem valami azt mondja. De ez ugyanolyan hosszú. Ez is ugyanolyan hosszú. Ez is ugyanolyan hosszú. Pedig ez úgy látszik, hogy hozzá. Ez hozzá. Akkor másikat kell keresni. Úgy néz ki, ez jó lesz. Az a baj, nem lúzna mentesből lenne mindig, azt nem szeretném betenni. Így is hosszú időt használni. Mert ez volt a legjobb hozzá. Újra kéne külözni ahhoz az egészet, hogy jó legyen egyébként. Úgyhogy a pótlásnál a közeli határérték a jó. Nem baj, ha nem lesz. Beton, de majd még úgyis újra kell húzni az egészet, mert sajnos aki csinálta, nem figyelte arra, hogy jó legyen. És kérdezzem meg, melyik volt ez a kettő, de ez a túloldaton. Oké, és érdekes, mindegyik ugyanabban az oldalból tört el. Akkor még egy van, pont mellette. Elég nehéz már ilyenkor 1-2 millimétert is megfeszíteni a külvőt, de másképp nem megy. A küllőtöréseinek az oka valószínűleg az volt, hogy nagyon laza volt ez az oldal, mert valaki úgy gondolt, hogy az egyik oldalt fölhúz, a másikat nem. És tárcsa oldalon törtek a küllők. Ami azért nem vicces. Egyáltalán nem vicces. Na most már csak meg kell csinálni. Feszes legyen meg 8-as tojásdöntes. Hát még van benne. Na,
most itt tartunk, nem menő tojás, amit nem biztos, hogy tudok szedni. De már nem játszok a tojásokat, úgyhogy én már király, a tojás nem biztos, hogy tudom szedni, hanem kiderül, szerintem nem van. Én csak egy van, itt. Ez. Valószínűleg hosszú kívül jött, bár ott pont nincs hosszú kívül. Ott van egy. Itt a tojásunk, ezt kéne visszahúzni. Az van, hiába csinálok bármit, mert kiderült, hogy ezzel a külővel van a gond. Ezt pótolták neki, és szerintem nem jó mérettel. Ez baromi hosszú. Sokkal hosszabb, mint amit én beraktam. És egyszerűen nem lehet eléggé felhúzni, már csontira be volt tekerve. Már sehova nem ment, és a probléma gyökere az, hogy rozsdás is volt, nem nagyon lehetett már tekerni, úgyhogy én ezt kicserélem. Jól sejtettem, hogy ötöt kell rajta cserélni, és ez lesz az ötödik. Tiszta rozsda a nipli, úgyhogy azt is ki kell cserélnem. Belül jó, de kívül nem. Mert ez nagyon hosszú, ezzel látszik is. Ez kegyetlen hosszú, ami sokkal rövidebb kellett volna ebből. És ezt nem jól raktam bele. Mert ez nem is rozsdamentes, ez sima natúr. Igen, én is vághatnám, de nem akarom. Inkább szenvedek vele egy kicsit. Nem akarok feszültséget, amíg se, de most nem már ülded is. Ez nem jó, ez a külön, ez egy gagyi. És kell egy másik. Na nézzük. Itt a rozsda mentes. És akkor onnan hiányzik, ugye? Ez mekkora lesz. Mert sokkal rövidebb itt a példa, látjátok, mennyire túllogott az előtt? Ez rövidebb sokkal. És megvan a megoldunk. Valójában nem 265-ös volt benne, szerintem az van, vagy 270-es is. Vagy 68 legalább. Ez 265 is, még ez sem pontosan jó. Ettől is még lehetne egyel kisebb, 264-263. De erre már azt mondom, hogy ez jobban idevaló, mint az előző. Sokkal jobban. Ezért nem tudtam megcsinálni benne a tojást. Viszont felhasználjuk a régi niklit. Csak úgy, hogy svédén egyben csodaszerrel kell ilyenkor kimosni. Ezt lefújom levelővel. Most már vissza lehet tenni. De rész azért, hogy a külső rozsda van rajta, nem belső szerencsére. Ez okozta a tojást. Ezért nem lehetett eléggé összehúzni. Nem megfelelő különbület miatt. Fontos, hogy jó legyen a különbséget, az mindig fontos. És találja meg, melyik mond. Ez. Azért voltam bikára meghúzva, nem volt jó a különbsége. Jó lenne, hogyha olyanok szerelnének hivatalosan boltban, akik látják, hogy mit csinálnak. Húzhattam volna ilyen agyhalálig, akkor se jó. Nem elég, hogy az egyik felé tönkre húzta. Másik felé meg túl laza volt. Ez is. Agyon ma húzza, szerintem ez is túl hosszú lesz.
Nézzük, mekkora maradt a tojás. Van benne. Aha, ez is tuti hosszú lesz. Ugyanolyan rozsdás kívül. Ugyanaz. Kérem, kettest nem jó. Nem bírom kinyitni, akkor elvágom, csak nem akarok feszültséget tenni a cuccba. Már pedig ez nem nyílik, csak nyalódik. Nézzük, a nullás még megfogja. Hát, talán nem biztos. De nyitja. Aha, csak lassan. El is tört a niti. Akkor elvágjuk. Melyik volt? Más megoldás. Legalább ide tényleg új lépünk eszembe. Tessék, ilyen lett. Nem bírta a nyomást. Na, aztán ezzel már lassan meg vagyok, mert szerintem már csak ez egy baja volt. Ha a rossz külöt vesztek ki, mindig hajlítsátok, hogy ilyet nincs a tegyétekbe. Viszont ezeket lehet használni utána láncfogónak, ami vicces, és akkor így összetartja nektek a láncot. Na, megint szerzek egy Na, akkor tegyük vissza. Találtam megfelelő nyitrit. Aha, szóljátok, fordítva rakom. Hiszen pont a nehéz oldal az. Nem. És akkor itt át kell már egészen a gondolig. Úgy. Egy. Kettő. És végül áll egy. Na. Ez már egy olyan hosszú, mint ami benne volt. Többet nem akarok foglalkozni ezzel a kerékkel, mert elment rá egy csomó idő. Lehetőleg ennyi elég lesz. Neki. Mindjárt kijönne. Aha, jön el. Na nézzük. Még nem a legjobb. Ez egy 50-szer jobb, mint előbb eddig volt, tehát nem kell aggódni. Ez már csak jobb lett. Szerintem. Ó, ez ahhoz képest nem benne volt már semmi ez a tojás. Ennyi. Ez blófin. Itt. Még úgyis keréknél kell majd pontosítani, hogy jó helyen legyen. Na hát, ezt sikerült belőle kihozni. Még egyszer egyengedtem, sajnos ennél kisebb tojás nem lesz benne. Amikor mit láttok belőle, ennyit tudtam kihozni belőle. Több nem megy. Sérült felnyitő, szerintem ez tökéletes. Középen van, az a legfontosabb. A vastag művel azt már nem fogja észrevenni, kolléga, haver.
Úgyhogy bocsika, ez sikerült. Ugyan meg is mutatom nekik. Na hát, szia, ez sikerült a kereketből kihozni. Sajnos teljesen nem tudtam megszüntetni a tojást, de 80%-ban. És most ez a kis csöpségünk. Kell vele csinálni pár dolgot. Méghozzá váltókarokat kell cserélnem, fékkart kell felszerelnem, hátsó váltót kell cserélnem, láncot, tömlőcserét és váltógombelezést. Mindent a legvégén várjuk le. Főjük a láncot. Mivel az ő tele van nyomba olajjal. Na nézzük, hogy sikerült. Enyhén szorul, de ezt majd mindjárt megcsinálom. Tökéletes.
Mindig szutább vagyok a fordított irányban. Na, így már menni fog. Mondtam. Elvileg ezen ennyi feladatunk volt. Tudás szerint valami kattog. Én semmilyen kattogást nem hallok. Tökéletes. Itt a harmadik csoda. Megjött. Hát, igen. Vidéken kedvelik az ilyesmit. De nézd, összeállónak hazudott dolgokat. No, jaj, az van, hogy javítanám a váltsóváltót, meg a befűzném, de el van ez törve. Szerencsére Péternek minden is van. Ez is van, tökéletesen vadonat új. Fölrakjuk ide, és működni fog. Legalább nem kell újra fűzni. Csodálatos. Azt mondta, hogy de én azt mondom, hogy fordítva kötök úgy, ahogy ezt kell. Képzeljétek el, életemben először sikerült összerakni egy ilyet. Megtanultam, hogy kell. Nagyon nehéz, de végül is mégsem. Működik. Az előbb szétszettem, szétesett. Mondom, mennyiért? Ez kiderült, hogy nem is annyira vészes. Csak rá kell jönni a nyitjára. De rájöttem. És, itt halljátok, működik. Nagyon jó. Tadá! Egyet szétszedtem, nem volt jó. Akkor a másikat is szétszedtem. De azt már úgy, odafigyeltem, hogy szétszedem, hogy tuti jó legyen. És működik, húzza a kábelt. Látjátok, működik. Hátsó váltót közben megcsináltam, csak beszélgettünk Péterrel, és nem akartam, hogy kamerában legyen a dolog, hiszen ő ezt nem mondta, hogy lesz, szeretne benne lenni. Abban nem, az nem zavarja, hogy csinálok ilyet, hogy látjátok, hogy szerelek. Ennyi. Kicsit még múlik. Leteszem kicsire. Az is vált. Nem ez a legjobb, de vált.
most jön a fék, és aztán lassan haza kell menni. Csak a bóvdenezés van hátra, a fékpufák beigazítása, mert ez jelenleg nem a legjobb helyen van. Le kell tenni a földre, és hátraúzni rendesen a kereket, mert nem jó helyen van. Akkor tudom csak jól megcsinálni, ha rendesen a helyén van a kerék. Márpedig, ahogy elnézem, ez most nincs rendesen a helyén. El is érik a fékek. Jó, és akkor most kell tudnom már húzni. Nagyon kell erre figyelni, mert ez fontos, hogy a kerék ne tudjon elmászni. Vagyis meg van tudni rendesen beállítani a féket. Na, ezzel is kész vagyok, elvileg teljesen működik, vált szinte tökéletesen. Egy, kettő, három. Na, ez is megvan. Olcsó áruház, de működik, és ez a lényeg. Aki megvette, annak számít, hogy jó legyen. Nem volt rövid, de volt vele dobott rendesen. Főleg így, hogy meg kellett csinálnom a váltót, azzal elment egy bő fél órán. Na, kész is vagyok, megyek haza. Sietem kell, mert meg kell vennem a jegyet. Hú, pár. Hát és már indulok is a vonathoz. Pár percem van odaérni, nem túl sok, de oda fogok. Csak tapocsó nélkül nem a legjobb tiplizni. SPD nélkül nem a legjobb tiplizni. Még maradt időm. Egész 80, na, király. Kőbánya Kispest. Na, haza is értem Pestre. Kőbányára. Úgyhogy köszi a mai napot is, hogy megnéztétek. Ez nem volt annyira összeszedett, mint a múltkori. Több volt a gond, de meg volt. És most hazaugrom, leteszem a nagy tatyót, mert beszakad ezzel a hátam. Fölveszek egy kis tatyót, és elindulok pár elé. Ennyi. Meg majd valamit eszek, mert éhes vagyok. Nem ettem semmi mást azon a kis nápolyin kívül.